Lejárt az idő! Itt is vagyunk. Már egyre jobban megy Hannes a beköszönés, úgyhogy nincs itt senki. Nem esek zavarba. Várunk, mert a Tomi még nem ért haza. Úgy is kell várnunk. És itt is van! Úton van, de itt van. Szabikát akkor be is kapcsoltuk. Éj, micsoda időzítés! Nem vagyunk még hozzászokva, hogy kezdéskor kezdünk. A hivatalos kezdéskor kezdünk. Hűj! Nem baj, elindult a terápiás év, minden. Ma egyébként, érdekes módon, nem éreztem úgy, hogy nem akarok feljönni. Mit szólsz hozzá, Hans? Mint kedves műsorvezető társam is, aki a lelket tartja bennem. Kérdezem tőled. Ebben a rák melegben. Parapim, parapum, pum, pum! Így van, és közben 60-an lettünk. Besza, behú, gyerekek. Növünk. Törünk fel, terjedünk, mint a cordyceps. Tudom, gondolom. Így. Na. Nem is mondom, mert a Hannesnek, mert a... Ugye? Azért, mert... Hát, mert ott szoknyában vannak, aztán csak legugol, odarakja. A legenda szerint nincs alatta semmi. Szóval még mindig rettenetesen kényelmetlen ide-oda utazgatni, de már nagyon várom, hogy ismét angol fonton, vagy földön legyek. Teljesen. Átszellőzik, nem szorít. Szóval nagyon várom, hogy ismét angol földön járjak. Angol honban, hogy régiesen fogalmazzam meg a mondandómban. Ha Skóciába mennék, az lenne, én olyan hülye turista lennék, hogy egyből vennék egy kiltet valahol. Azt mondanák, hogy egynapos határidővel legyártják a saját klánomnak a színeit. Fekete, narancs, sárga. Hát igen, elhiszem. Olyan az a hely, de nem tudom, Skóciában nem jártam, de Anglia, London, meg ez, tehát az a rész, az olyan, hogy így, ha ott vagy, akkor rohadt élet. Ha hazajössz, akkor meg hiányzik. Azaz. A tiltott hangszer. Ahogy a hazafiban mondták. Rettenthetetlenbe, bocsánat. Tiltott dallamok a tiltott hangszeren. Azaz. Jaj, az a baj, hogy az idő megszépíti a izéket, az emlékeket, pedig voltak ott rohadt idők, nagyon. Voltak ott, de mindig úgy visszaemlékszem rá, hogy egy ilyen veterán nosztalgiázást kéne tartani. Meg már tök jó terveim vannak, hogyha visszakerülök. Hogy miket lehetne csinálni. Ismeretterjesztő jelleggel. De az idő megszépíti, pedig mondom, hát fogjuk, hogy fele-fele arányba én basztam el, meg fele-fele arányba azok baszták el nekem, akikben odakint, akikre a bizalmamat helyeztem. De próbálok a megszépült emlékekbe belekapaszkodni. Istenem! Vagy ahogy a szinti kéne... Úristen! Aginehez, igen.
Itt hallottam a kiabálásomat a telefonodból, Anis. Hát, ja, akkor én magamból hallottam. Így fő voltam hangosítva. Akkor át kiabáltam, hogy a félig lehalkított telefonból is hallottam. Ma van az első napja a nagy személyiség megváltozásnak, és az égvilágon semmit nem csináltam meg abból, amit terveztem. Rosszul aludtam az éjszaka, túl korán keltem föl, rossz volt a gyomrom, visszaaludtam kétszer is, és úgy voltam vele, már megtörtént az, hogy jó, hát mára terveztem, tehát végülis egy év van, hát most ez csak az első nap, hát simán mehet holnap is. Úgyhogy nem, úgyhogy mára egy levél megírását terveztem, amit most meg is eszközölök. Majd elmondom. Nagyon helyes. Na akkor egy pillanat. Na, elveszem innen a kábelokat, és azt mondja, hogy... Pillanat. Na, alakul akkor. Micsoda? Kornéla is van a megkide. Tehát elmegyünk holnap személyesen. Mi ez a várjál, lefényképezem. Nem kell lefotóznak. Na, csináljad. Mi ez, videóra van által, akkor így. Na nyomjad. Megvan. Igen. Bocsánat, elkalandoztam, tudom. Nem vagyok professzionális, profi, professzor, stream doktor.
Dír, elküldtem, kész. Most ki is kapcsolom az oldalt, lenémítom magam, hazamegyek, elbújok, itt is vagyok. Na, végül is ez föllelkesített, abból a szempontból, hogy megléptem azt, amit mára terveztem. Nagyon sok mindent terveztem, ugye mivel tegnap volt az öregedés napom, most már mondhatom, most már nem az van, hogy jaj, felhívom magamra figyelmem, hogy elterveztem egy csomó olyan, hogy csomó olyan dolgot meg fogok csinálni, amit eddig nem csináltam meg, mert fosós béna vagyok, meg lebeszéltem magamra. Bár most is ment, olyan, hogy írtam az üzenetet, és el fogom mondani, hogy mi volt az, hogyha bejött, csak most babona van, hogy közben írtam, hogy biztos, na már, ez hülyeség, hagyjon, holnap. Mert azt szokott lenni, hogy van egy fantasztikus tervem, leülök, hogy megvalósítsam, és mire behúzom a széket magam alatt, lebeszéltem magam róla. Olyan kis hülye vagyok, nem? Olyan kis hülye. Úgyhogy ez van. Tehát na, de most bátor ventilátor voltam. Egy bátor ventilátor. Hello! Hello, Meki! Tessék, Hannes, nem kell mennünk, itt a Meki a chatben. Azért viccelődtem a neveddel, mert végre lehet Csepelen is rendelni újra, mert eddig is lehetett, a Meki... Ó, köszönöm. B7 Skekpa. Ó, jaj. Én még nem kezdtem el. Szóval, hogy végre megint lehet rendelni a netpincéren keresztül a McDonald'sból, láttam ezt délután, mondta, hanem nem, majd vacsorára, most ettünk, stb. Saláta volt az evédre, nagyon finom, húsos, sajtos. Szóval, hogy akkor vacsorára rendelünk McDonald'sot. Na, estére már nem lehetett. Így van! Nem kell, csak gondolunk rád, és megjelensz. Akkor egy Big Mac-et kérek szívesen. Szóval nem tudom, egy hónapig, vagy meddig nem lehetett Mekit rendelni. Úgyhogy ez tarthatatlan állapot volt. Halleluja! 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 Na, a Hannes befejezte. Megmutatom, milyen fényképet készítettem a Hannáról. Nem! Nem. Pedig ilyen nagy itúl. Mától szólítsatok szemnek. Úristen, egy streamelő szem. Mert én legalább nézem. Én vagyok a kedves kis Kuklops. Egy kedves kis Kuklops. Ugyan, én már csak ilyen kis pimasz vagyok. Na, hogy szemtelenkedek. Na. Baszki. Hát elvileg kint már hűvösebb van, de ezt nem nagyon érzékelem. Úgyhogy le kell magunkat egy kicsit hűteni. Jaj, nem, ez nem az. Nem. Pillanat, megkeresem, mert megvan. Oké. Így nagyon jó lesz. És akkor berakjuk a pizzát is. Csak máshova. Ide a chat mögé. Ide. Föl. Pizza és tengerpart, mondja, az
Így hát, ha elviselhetőbb lesz. Hát, ha elviselhetőbb. Ugyanis úton van a pizza. Holnaptól meg hajnali sétálás. Én is beiktatom a sétálást. Nagyon jó lesz. Úgy se tudok este aludni. Vagy én ezt hajnalban aludni. Akkor legalább megyek pokémongózni. Kopikomongó. Na, viszont szerintem itt van az ideje, hogy belecsapjunk a lecsóba. De ez miért indul be folyton? Várjál, még egyszer. Hogy meg van csinálva? Pizza sem, beesett a medencébe. Addig is összefoglalásként, ugye ott tartottunk, hogy összealkattunk a két csokoládésráccal, akikkel áttörtünk a vadászok védelmi vonalán, és eljutottunk egy ilyen kertváros jellegű helyre, ahol kifosztottunk mindent, találkoztunk kutyákkal, akik elszabadultak, alattuk volt a pénzünk, találkoztunk Tony Montanával, úgyhogy innen folytatjuk tovább ezt a fantasztikus kalandot. Ja igen, a székem még nem érkezett meg, úgyhogy még mindig konyhaszék van. Konyha. Csoki kuki. Kakis kuki úr. Bazeg, lehet, hogy az én monitoron kéne világosítani, csak nem tudom, hogy kell most így hirtelen, úgyhogy nem. A kérdés az, hogyha innen kezdtük, pedig ezt már végigjártuk, akkor a loot az a házban maradt-e? Vagy sem? Megnézem. Bocsánat. Megbotlottunk. Szóval megy a nosztizás, hogy ilyen környéken lakott a fiatal ember, és emlékszik a barbecue illetet. Hány éves lehet? 20 éve volt az outbreak, a kitörés. Baszki. Nem, igazad van, azt hiszem, hogy 25-ször haltunk meg, vagy 26-szor. Legyen 26, kiszámolja. Jó, szóval odaig jutottunk, hogy ezt mindent előről kell csinálnunk, amit a múltkor csináltunk. Azt mondja, hogy... Ezt mondjuk lehet, hogy azt kurvára föl kell tuningolni a reload speedet. Ez se ártana. Igen, ezt föl is tuningoltuk, hogy már 3-at tud. Fire rate-et, azt is menjen, mit érdekel. A puska, armor, piercing, az is nagyon jó. Aha, már semmit nem tudok. Hopp, ott még tudok valamit. Így, és akkor el is költöttük az összes pontot. Mondja, hogy igen, szerintem ezt a házat megint körbe kell járni. Itt volt a dárcozós családi jelenet. Nem? Te ilyesmi tudunk valamit? Abba van 3, ez mindig jó, ha van. Ez is, azt nem tudunk most? Jó. Na tedd el, hát nem igaz. Ballet dancer. Fú, de kurva izé, sötét. Hopp! Ja igen.
Leszakad a tető, lefolyik az arcomon, lepereg az arcomon. Lepereg az arcomon. Gyere csak, gordjál föl, Elinor. Egy könyv. Nem is emlékszem már, miről szól a könyv. Ja, aha. Közelharci tutoriálról. Lőtény nagyon jó, mindig jó. De nem, ezt akartam. Azt mondja, hogy nincs hozzá, izé nálunk éppen, nehéz fegyver, akkor most ott marad. Ja, igen, jó, ezt már felolvastuk a múltkor. Felolvastuk. Akkor nem ebben a házban van, hanem a másikban van a dárcozós jelenet. Na. Most elzavarjuk a kutyákat. Jop, mi volt az? Csak valami csillaná? Ja. Ezek a mindenféle pószterek. Na. Haladás, haladás. Eli éhes. Itt van a szépnek a kódja, azt hiszem. Nem. Jó, ezek az ilyen, hogy akik itthon maradtak, azoknak el kellett menekülni, mert véletlenül itt hagyták az ajtót. Az volt a levélben. Ó! Képregény Elinek. Képregény Elinek. Igen, jó, helyes. Annyira jó lenne tudni, hogy egyszer, hogy összegyűjtöttem-e az összeset, vagy mi van. Ott a gamer laptop. Jó, és ugye azt mondom, az emeleten fogjuk tudni a kódot. A víznek a kódján. Itt találjuk majd meg. Igen, azt hiszem ezzel. Aha, ott is van. Milyen király kis kuckót raktak itt össze. Ah! Fasza. Itt a gamer PC. Vissza izéhoz. Fantasztikus. Fantasztikus. Na nézzük. Ez aranyos jelenet, ezt többször is megnézzük. Nem szeretnek veszíteni, azóta se. Így. Igen.
igen. Annyira interaktív a játék, hogy már a múltkor is elmondtam, hogy Joel olyan szarul céloz, ahogy én. Ez nem igaz amúgy, szóval aki ügyesen céloz, annak se fog betalálni a dárt a falba, de nálam pont klappolt. Jó, oké, légycsapó. És mehetünk. Mi volt a falon? Only. Jó. Hát érdekes, hogy itt mentettem el, de nem baj. Tik-tik-tik-tik. Ajjaj. Aréna szagot érzek. Nem tudom, hányszor fogunk itt meghalni. A fucking sniper. Eddig tartott az idilli kertvárosi gettó. Jó, van, mondanod se kell, kis hiány. Igen, annyira emlékszem, hogy ez itt nehéz. Ja, tényleg. Most van. Elnézést kívánok. Most már kell lennie, le volt némítva. Jó. Szóval, igen, húha. Elréged, Tomi. Azt mondja, hogy most már jó. Na, akkor fasza, akkor fasza. Remélem lesz lehetőség átnézni a... Ej, baszki! Kurva élet, de megijedtem. Belátott az ablakon. Nem baj, találtunk csokit. Apa! Ez egy ember, bazd meg! Pedig hogy hallgatóztam? Dögölj meg! Bazdek, az ablakon keresztül. Más is. Pedig látod, körbehallgatóztam. Nem jelezte, hogy jön. Pedig lassan kellene, hogy jöjjé. Tudom, hogy sokan jönnek majd. Az, ahogy nem emlékszem, hogy lesz-e lehetőség még lootolni, de itt nem is volt semmi. Úgyhogy... Egyelőre nem látok mást jönni. Kinézzünk, hogy itt... Na vajon, ha itt kiugrok, eltalál? Meg kell, hogy lőjön egyet most. Nem, te hülye idióta. Ah! Na, lőj egyet. Próbálj. Jó, szóval ez nem jött be. A kurva életbe. Aha, itt is van, itt is van.
az anyád! Nem, egyre kevesebb. Most ennyi. Még egyszer. Ott van mindenki. Aznek csak megégett, nem halt bele? Hát az... Mögöttem is ilyen? Nem, nincs mögöttem. Jó. Bazd meg! Nem, konkrétan nem. Váltsunk taktikán. Addig nem jönnek, amíg le nem ugrom. Szerintem. Uh-huh. Ott is van, ne? Hát meg! Azt mondja, hogy fú, ez ilyen részek engem is ki tudnak idegen. És most tölt újra. Hát ez... Kurva jó. Csak azt figyelem, hogy mögülem jön-e. Mert ugye az egyik a házban támadott meg az előbb. Ott mennek körbe. A büdös anyjukat. Szerintem egy fönn van a házban. Itt jön. Másikat? Azt kinyírtam! Az király! Az viszont király! Nem! Bassza meg az sem! Most már megdöglött ott végre az? Kifogyott. Nem fog eljönni idáig. Szerintem itt az emeletről... Jajajaj! Mondom. Ez, hogy ilyen sörétes pisztolytól nem halnak meg, ez vicc. Igazából. Gyere! Gyere, geci! Gyere, kislány, gyere! Azt hiszem őt eltaláltam. Legalábbis a mosolya arról árulkodik. Ha! Jó. Azt mondja, hogy... I see you! De örülök neki, rohadjál meg. Na itt az a kérdés, hogy át tudok-e futni oda?
Ez az igazi kérdés. Tűz! Jönnek-e még? Mindenképp be akarok menni a házakba, mert nem tudom, hogy van-e utána lehetőség átnézni őket. Mert itt azért... vannak cuccok. És ugye, milyen lootmániások vagyunk. Nem tudom, bujkálnak-e itt, mint az a fasz ott az emeleten. Minden házban bujik-e valahol egy ilyen vicces fiú. Jaj, na. Jó, hát itt nem volt. Legalább egy kis lootot szereztünk. Az a párt fasza! Hát ezt te miért nem Google... Kurva életbe! Annyira feszült ez a rész! Na mi van mi? Hey, bazd meg! Na, hogy nem sikerült. Nem lehet átugrani? Baszki, zsákutca. A többiek fedezhetnének, hogy valami, hogy lövik őt. Bazd meg. Én több ellenségre emlékeztem, vagy most kivételesen ügyesen kinyírtam őket. Hí, pedig legugoltam. Szopó állat. Nem igaz. Baszd meg! Get 'em, boys! Jönnek! Bassza meg! Ide vissza kell őket hátra csalni. Mert itt van búgó hely. Ezért emlékeztem több ellenségre, mert több ellenség van. Ó, maximum health. Ja nem, a 100, nem tudom, hiszen crafting speed, healing speed. Jó, most nem kell. Inkább az, hogy tudok-e. Nem tudok, bassza meg. És izét? Azt se tudok, akkor fasza. Na? De nagy kérdés, sikerülni fog-e? Ez meg nem viszel odáig, akkor pisztoly marad. Ajaj, most ez nagyon cserkészős rész, muszáj. Ilyen óvatos a vadász módjára. Gyeretek, gyeretek. Ki van meglepődve azon, hogy nem találtam el? Őszintén. És a Hannes azt állította, hogy nincsenek visszatérő dolgok a streamjeim alatt.
Hát tessék. Elréged, Tomi. Azt mondja, hogy XD. Mind itt maradtak ezen az oldalon. Csali van nála? Nincs, csak egy molotov koktél. Ide már nem tud ellőni. Ajajajaj. Még egy van. Vagy kettő, nem tudom, egy vagy kettő van. Egyet látok. Most már azt az egyet se. Itt van, valahol. És még egy van. Gondoltam. Ez a baj már megint, hogy... Szaladt. A szopóroller gyáros. Tökre ki vagyok fogyva egyébként. Bazd meg, ez gyönyörű volt. Konkrétan hihetetlen. Ez hihetetlen. Mindenből ki vagyok fogyva. Ez olyan, hogy izé segélyt kéne kapnom, olyan béna vagyok. Megoldottuk, sikerült. Próbálok innen hátulról. Aha. Előbb körülnézek meg. Jegyzetfüzet? Nem kell. Oh, aha, ezért nézek körül. Vajon, hogy tudok-e már izé? Igen, egyet tudok. És be is nyomom. Bazeg, hihetetlen, hihetetlen. Én ugyanúgy fel vagyok ezen a játék stíluson háborodva, mint ti. Ez biztos. Na. Intézzük el a snipert, hogy jöhessenek a többiek.
helyen lesznek-e itt barátai? De legalább már idáig... Aha. Ja, hogy még egy emelet van. Na. Itt is erre körülnézünk. Mielőtt megtámadnánk Sniper barátunkat. Ott van. Ott a fegyver. Dögölj meg, rohadék! Kurva anyád! Úgy is kell. Remélem beletörte a pengéjét. Na ja, most jön a... Nehogy egy perc nyugtunk legyen. Biztos, hogy jó ötlet volt, hogy én nekem kell őket... Ne! Bassza meg! Nem volt jó ötlet. Nem baj, megpróbálom. Az meg! Nem lehet ezzel? Nem lehet. Reméltem, hogy a tapi-tapival ártáccsal lehet-e. Ó, bazd meg. Jó, hál' Istennek. Még jó, hogy kifogyhatatlan. Az Ellie. A sisakja. Nem már! Jó! Ez bele izét, ez ő volt, nem én. Na? A kurva életbe! Hogy valahogy be kéne találni a izébe a résen, nem? Köszönöm, nagyon koncentrálok. Oh!
Aha, és még nincs vége. Yeah, I'm okay. Thanks, Joel. Look at this. All right, we did it. Fú, na végre legalább az a kurva tank. We should move. All right. Sam! Sam, are you okay? Yeah, yeah, I'm fine. You sure? I said I'm fine. Come on, come on! Let's move! Ott jönnek a gecik. Legyűltek a zajra. Itt kattok valahol. Ah. Nem tudok, azt már nem tudtam lelőni. Azt már sajnos nem tudtam. Baszki, nagyon sokan jönnek. Ezt már nem. You're okay. Still here. Anybody hurt? No, we're good. I think it's time we quit this place. Come on. Let's go. Jobb lesz, ha lelépünk, jobb lesz, ha lelépünk. Ja, jó van, akkor ezt, eznek így kellett alakulnia. A sors akarta így. A sors akarta így, ott a rádiótorony. Shut the hell up. I'm serious. It's Tommy's birthday. That's all he wanted to do. Tommy születésnapján történt. Látod, Tommy benne vagy a játékban. Oh, man. I could die happy if I could just ride one around the block. What was it like? It was good. Real good. Good? Can you believe this guy? Come on, man, give me details. Describe it. You know what? You two deserve a little privacy. No, Ellie. This isn't just any regular motorcycle, okay? You get on that bad boy, you feel that engine? Nothing like it. Elégett, Tommy. Oh, yeah? How would you know? Azt mondja, hogy igen. Seen it in my dream. Híres vagyok. Okay. I don't think anyone from my group is gonna show up. Yeah. Worst part about it all, explaining it to Sam. Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. And how are we doing on canned peaches? Did Henry send you? Megjött a pizza! No. Why would Henry send me? Just make sure I'm not fucking up somehow. I'd say we all did pretty good back there. Especially you. Is everything all right? Elégett Tommy. Azt mondja, hogy jó étvágyat a pizzához. Okay. Köszönöm szépen. Well, csak nem működött a kapucsengő, és fölhívott a futár. How is it that you're never scared? Who says that I'm not? What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. Olyan kis bánatos arcú mindig. What about you? Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? Na, ez jó kérdés. Mi van, hogyha belül még elméletileg rendben vannak? Okay. First of all, we're a team now.
Hey, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person is not in there anymore. Whee! Valamiért nem hallatszódott a csend. Azt mondta, kiírta, hogy off. That they're with their families. Like in heaven. Sikerült a borravalós témet? That's true? Köszönöm. I go back and forth. I mean, I'd like to believe it. But you don't. I guess not. Yeah. Me neither. Na, és most mindjárt fény derül a játékboltos kérdésre, ha még emlékszik rá valaki. Ezért nem volt ott a földön a robot. Can't take it away. All right. I'm pooped. Back a killed. I'll see you tomorrow. Au. Valaki savas ujjakkal megérintette a kezét. Elégett Tommy. Azt mondja, hogy igen, gondoltam. Az aranyos kis Elike eltette. That smells good. Jó az illata. Tiasolom. Azt mondja, hogy jó estét kívánok. Jó jogázást. Jó szurkolást. Na. Sam? De miért van, hogy a zombik mindig ezt csinálják, hogy ezek a fertőzött lények? The hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Really? Tiasoro. You're right. Azt mondja, hogy köszönjük. Mi is köszönjük és üdvözlünk újra a köreinkben. Sam. Henry. Don't stay there. Henry. Ez itt szomorú. Ez itt nagyon szomorú. I'm gonna get that gun from you, okay? Oh, okay, okay, easy. This is your fault. Miért az ő faltja? Miért? It's all your fault. Henry. Mer? Henry, no. Azt meg tudta volna magyarázni, hogy miért a Joel-t mi az Isten elte vádolta azzal, hogy átalakult a testvére? Tehetett róla, hogy egy finom kis falat volt. Hát folytatjuk utunkat kettecskén. Jackson County. Means we're close to Jackson City, right? Should be more in the house. You ready to see dear old brother? I'm just ready to get there. You nervous? I don't know what I'm feeling. No. Ha ez itt egy zsák utca, hogy jutottak ide? Na mindegy. Jackson megye. Snake River Trail. Ojaj. Megnézzük, van egy olyan tuningolós növény. Ez az ilyen helyeken mindig kell, hogy legyen. Legalábbis remélem. Nagyon nem akarok elkóricálni, de azért megnézem. What do you mean? He's had a bit of a disagreement. Na ja, vajon mi történt köztük? Here we go. So what was it about? Tommy saw the world one way, I saw the other. And that's why he joined. Nézett eltérésük támadt a testvérével. Yeah, your friend Marlene promised him hope. That kept him busy for a while, but just like Tommy, he eventually quit that too. How was it? Nincs semmi más. I believe his last words to me were, I don't ever want to see your goddamn face again. Oh. Oda néz. Help us? I suppose we're gonna find out. Well, they're without us help. We'll get there. Just keep going. El Diablo.
father. Kellemenni. Straight to Tommy's. Come on. Ezért nem jött soha. Megkeressük az utat lefele. Aha, itt is van. De így legalább fölvettük az El Diablót. Valószínűleg itt is le lehetett volna jönni. De hát a Joel már csak ilyen kemény fejű, mindig a nehezebb utat választja. Ide fönt, valami. Tuningolós virág. Virágolós tuning. Op, op, op. Egy képregény. Ismételten. A robot elkapta a csinos lányokat. Helyes, helyes. Nem értem, miért nem adja oda neki. Tökre úgy emlékeztem egyébként régen, hogy így mondta, hogy megint talált képregényt, meg ilyenek. Csak olyan dologra emlékszem, amivel a játékkal kapcsolatban, ami nem történik meg. Pedig nem is voltam beszívva. Hogy lehet ez? Right there's a hydroelectric power plant. Egy vízerőmű. A hydro who? It uses the river's movement and turns it into electricity. How does it do that? Look, I know what it is. I don't know how it does it. All right. How are we getting across? Na, micsoda erődítmény igazából. Szerencsére volt nálunk kés. Oda néz, hát csak nem. Mindenféle lootok, tele van a nyíl. Na akkor... Azt mondja, még egy kés. Még egy heal. Még egy egyáltalán heal. Jó, ebből mehetünk. Jó. Hallottam a szélebben zenéjét. De aranyos. Jó, szóval ez csak egy lootos hely volt. Aha, itt van a tekerő szerkezet. Tekerjük. Nézem, hogy igen, itt, most már nem vagyok benne biztos semmiben sem, amire emlékszem. Ja. Ismét közösségi játék következik. Háromra mindenki tartsa vissza a lélegzetét. Víz alatt így rész van. Egy, de hát ahhoz nézned kéne, hogy tudd, hogy mikor van vége. Egy, kettő, három. Nem érvényes, az animáció volt a felbukkanás. De nem baj. I need you to... I know. Step on the fucking pallet. Meg is tanulhat úszni egyébként. Valahova ide kell átvinni. Ah, talán oda. Ott már föl tud ugrani, nem? Ja.
Fasza. Oh, give it a spin. Milyen erős az a kislány, basszus. Hey, be careful crossing that thing. I will. Milyen aranyos, hogy aggódik. Teamwork. Na! Na, erre mi van? Itt egy kis tábor. Loot. Tábortűz. Oh, that's too small. I've got to leave that stupid robot on his grave. What should I do with it? What? I want to talk about it. No. Why not? How many times do we need to go over this? Things happen and we move on. It's just a kis gyermek. Szomorú. Azért durva, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem cenzúráz a játék, tehát hogy ilyen gyerekekkel kapcsolatos tragedy is megtörténhet, meg ilyesmi. I know, I am too. Let's get past this place, then we can scramble. Ha jöhetünk volna itt fönn a vadonban is, meg jöttünk itt fölfele, és aha. Jó van. Should we head in? Ain't no way around. Gonna have to cut through the plant. Körülnézünk. Föl tudunk mászni? Nem. Mi van a bódéban? Ez ilyen Field Store reklám is lehet egyébként. Nem értem ezt a térkép dolgot. Szóval ez ilyen Field Store reklám is lehetne ez a játék, mert az összes Field Store összes írása látszódik 20 év után is. Na. Elégettem. Azt mondja, hogy... Ja, XD. Who's the lady says? Hey. Please tell me you're lost. Oh, we didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Know him. He's my goddamn brother. Tommy! Holy shit. How you doing, baby brother? Goddamn. Yeah. Let me look at you. You get fucking old. Easy. Won't happen to you, too. This is Maria. Be nice to her. She sort of runs things around here. Ma'am, thanks for not blowing my head off. Would have been embarrassing, considering you're my brother-in-law. Oh. Tommy felesége. Ellie, right? Yeah. What brings you through here? It's kind of a long story. Why don't we bring him inside? Yeah. You hungry? Starving. Na, szóval Tamás itt lakik. What the hell are you doing here? A feleségével. I'm trying to bring the plant back to life. We had it working before. One of the turbines missing.
Nem mondhatom, hogy Tamás bátyja, mert ő a fiatalabb. No way. You guys have horses. We got a whole lot of them. Na, lovat. Hey, Tommy, give me a hand with this. Sorry, I'll be right back. Jó, van, Tommy, sem baj. Mennyi lovazni? Of course. You like swimming feathers in yours. You ever ride one? I actually have. What have you ridden a horse? Winston, this soldier backed us all. You know, if you want, we can take him riding later. Megháromszögeztük a seggét. Jól van. There. Hey, thanks, Tommy. No sweat. All right, let's continue the tour. Thanks, Tommy. Earl? Yeah? Why are you here? Weren't you supposed to head back this morning? Still waiting on Hauser and the rest of the boys to relieve me. You know, we'll be fine. Just go home to your family. Just a couple more hours. I'll tough it out. All right. Take it easy. Természetesen nekünk kell majd megoldani itt a problémákat. Maria. Yeah, go ahead. We're in the control room. Steve's about to start it back up. You want to come check it out? Egy pillanat. It's my turn anyway. I'll go. I'll come with you. Go with Maria. Come on, Ellie. Let's give the boys some space. I'm sending Tommy over. Stand by. This will be the sixth time of them trying to get the turbines back online. We've been here just a week. It feels like forever.